Sziasztok gyerekek, Anikó tanítónéni vagyok, és ma April Lajostól a meteorológusokat fogjuk elolvasni. Először egy kicsit az íróról. Ki is ő? April Lajos. Három képet is hoztam tőle. Egyet, amikor nagyon fiatal, és egy középkorút, és most, nem is olyan régen. April Lajos Brassóban született 87-ben, és november 14-én. József Attila díjas, amit kell róla tudni, költő, műfordító, és 1962-ben a munkaérdemrend arany fokozatát kapta meg. És lássuk akkor. A meteorológusok az olvasókönyvetekben a 22-es és a 23-as oldalon található. Most felolvasom nektek. Hogy a leveli béka sűrű megszólalása a lombok között, a muslicák örvénylő tánca a levegőben, vagy a szúnyogok tolakodó viselkedése esőt jósol, sokan megfigyelték. De aki sokat jár a természetben, más jós jelenségekkel és más értesülésekkel is találkozik. A Havasi út mellett lakó Lázárral, a falu leghíresebb székelyvadászával és pisztránkhorgászával jártam egyszer a fenyvest. Egyszer csak megszólalt az a messzire hangzó madárrikkantás, amelyet gyermekkorom óta nem hallottam. Fekete harkály, szólaltam meg, és képzeletemben már megjelent a piros sapkás, hatalmas csőrű, gyönyörű madár. Az, fekete horokály, ismételte a szót Lázár a maga nyelvén. Újabb rikkantás hallatszott, válasz is érkezett rá. Mindig így nyugtalankodik, folytatta Lázár, ha időváltozás készül. Megfigyeltem. Ha pedig Lázár megfigyelt valamit, az úgy is volt. Itt, a mi gyümölcsöseinkben sohasem járt fekete harkály, de annál több van rokonából, a kisebb testű zöld harkályból. Klü-klü. Hasít bele a tavaszi csendbe a hang, s már látod, hogyan száll girlandozó hullámos repüléssel egyik fatörzsül a másikig. Klü-klü. Válaszol a társa, s van olyan nap, hogy egész estig hallod a hangjukat. Fény van benne, tavaszi fény. Megfigyeltem, hogy a zöld harkány nyugtalankodása is időváltozást jelent. Az ősz viselkedéséből találgatni szokták, milyen telünk lesz? Az idén korán jön a tél, s szigorú lesz, mondta egy tapasztalt, öreg, kisoroszi ember. Miből gondolja? Kérdeztem. Abból felelte, hogy a giliszta már mélyre húzódott a földbe. Tegnap ástam. A visegrádi erdész így informált. Nagy telünk lesz. A napokban meglőttünk egy rókát. Olyan vastag bundája volt, amilyet soha az életben nem láttam. Én pedig kimentem két unokámmal, november volt, a házunkkal szemben fekvő hegyoldalba. A bokrok alatt sárgán világított a száraz lomb. A bokrok fején az iszalag vattafehér, bolyhos terméssel lengedezett. Hirtelen mókust pillantottunk meg a földön. Megszoktuk, hogy a fürge kis állat ilyenkor felmelekül az első fára. De ez nem így történt. Futott-futott előttünk az útmenti bokrok között, s még bukdácsolt is közben. Utána szaladok, s majdnem elérem, és mit látok? Nagy iszalag vattacsomót, valóságos labdát tart a két kezében, s azzal igyekszik előre a hátsó végtagjain. Ezért nem tud felszaladni a fára, s ezért halad olyan bukdácsolva. Egy kis ügyességgel talán el is foghatnánk. De hagyom. Hogy vigye azt a vattacsomót az odváig, s bélelje ki vele jól? Mert azt a kis bájos meteorológus valamit érez. És azt szeretné, hogy nyugodt legyen a téli álma. Nagy telünk lesz, mondom a két unokámnak, s azt is lett. Hetekig át lehetett járni a befagyott Duna jegén a szigetre.
Tisztelet tehát az időjós állatoknak, akiknek nem téved a meteorológiai jelentése. Ez volt tehát a szöveg. Nézzük akkor. Nézzük egy kis szómagyarázatot. Az első, amit többször hallottunk, és ugye benne van a címben is, a meteorológia. Mi is az a meteorológia? Az időjárási folyamatokkal és előrejelzésekkel foglalkozó tudományág, a meteorológiai jelenségek, megfigyelhető időjárási események, amiket a meteorológia tudománya magyaráz meg. Ezek az események a Föld légkörétől függnek. Ennek fontosabb tulajdonságai a hőmérséklet, légnyomás és a páratartalom. Mindenki, illetve mindannyiótok láthatott már a tévében időjárás jelentést, igaz? Van egy, ilyet biztos látott már mindenki, tehát innen tudjuk, ugye, vagy előre jelzik nekünk, hogy milyen idő várható. Persze nem tudják 100%-osra, de azért ma már elég jól meg tudják határozni, hogy milyen időjárás lesz a közel jövőben, tehát pár egy-két napra akár előre, de van, ahol már egy hónapra előre is meg tudják mondani, vagy megközelítőleg meg tudják mondani. Következő a girland, ami valójában virágfüzért vagy koszorút is jelenthet. Ez készülhet élő vagy művirágból és zöld levelekből álló hullámos vagy csavarvonalú füzér. Ilyen, amiket betettem. És például a lányok nyakában, nyakát régen girland díszítette, a termet girlandokkal díszítették fel az esküvőre, így is szoktuk mondani, ugye? Tehát ehhez hasonlóak a girlandok. A következő pedig az iszalag, amit itt a mókus körül hallhattatok, amikor olvastam, hogy mi is az az iszalag. És itt most az erdei iszalagról fogok beszélni, hiszen nekünk most ez a fontos, az erdei iszalag. Itt láthatjátok a képét, 10 méternél magasabbra is felkapaszkodó, elfásodott szárú, évelő növény, lombhullató, és még kúszó növény is mellette, tehát felkúszik a fákra. Csavarodó szárán kívül kacsszerűen behajló levél nyelével is kapaszkodik, tehát sok mindennel, ugye? Ágai szögletesek vagy barázdáltak, a fák törzsén is koronájában nagy felületeket is elborítanak, de hát mondhatjuk, hogy beszövi a fát. És ilyen fehér virágja van, itt már kezd elszáradni, és aztán ilyen kis bolyhocskák lesznek a végén, amit ennél a Meteorológusok című műnél a költő nagyon szépen leírt, hogy a mókus összegyűjtötte és kibélelte vele az óduját. Az olvasmányból megtudtuk, hogy bizonyos állatok viselkedésükkel jelzik a tél közeledtét. Párosítsuk az állatokat és a viselkedésüket. Nézzük. Az első volt a mókus, aztán giliszta, róka. Nézzük. Három mondatunk van. Az egyik az, hogy mélyre húzódik a földben, másik megvastagodik a bundája, a harmadik pedig bolyhos terméssel béleli odvát. Nézzük, melyik hova tartozik. A mókus az ugye nem húzódik a földbe, hiszen tudjuk, hogy odúja van. Megvastagodik a bundája, de nem ő róla volt szó, hanem az, hogy bolyhos terméssel béleli ki az odvát, tehát jó meleg legyen az odúja. A gilisztának nincs bundája, ugye? Ezt tudjuk. Tehát ő lehet az, aki mélyre húzódik a földben, ahol nem fagy meg. És akkor a róka maradt,
akinek mondták a vadászok, hogy megvastagodott a bundája, ezért nagyon hosszú telünk lesz. Pótoljuk ki a következő jövendőlésekből a hiányzó neveket. Nézzük. Az elsőt meg is adtam. Mátyás jeget, ha nem talál, akkor maga csinál. Ez a jövendőlés február 24-ére vonatkozik. Tehát Mátyás jeget, ha nem talál, akkor maga csinál. Mátyás királyhoz kötődik ez a jövendőlés. Nézzük a következőt. A március 18, 19 és a 20-a zsákban hozza meleget. Ezt biztos, hogy tudjátok és hallottátok is már. Természetből, környezetből is tanultuk. Milyen jövendőlésről lehet szó? Így van, Sándor József Benedek zsákban hozza a meleget. Nézzük a következőt. Szent napján fogott lepke, írtózatos nagy szerencse. Ezt a jövendőlést nem hiszem, hogy hallhattátok, de létezik, kevésbé ismert. Április 24-ét viszont megnézhetitek a naptárban, és akkor meglátjátok, hogy Szent György napján fogott lepke, írtózatos nagy szerencse. És az utolsó, a június 8-a, ha napján esik, 40 napig esik. Ezt azért szerintem hallhattátok, akár a nagyszüleitektől, de megnézhetitek a naptárban. Ha Medárd napján esik, 40 napig fog esni. Ezt azért még szoktuk használni, ezt a kifejezést, ezt a jövendőlést. És akkor nézzünk egy-két érdekességek az időjós állatokról és a népi megfigyelésekről. Ugye azt már az olvasmányban is mondta, hogy tisztelet az időjós állatoknak, és azt is, hogy nem árt odafigyelni, ugye, mert nem csak akkor lesz eső, például, ha nem viszel magaddal ernyőt, hanem a következő felsorolt dolgoknál is. Népi, tehát megint mondom, népi megfigyelések alapján gyűjtöttem össze nektek. Tehát akkor lesz eső, ha a fecskék alacsonyan repülnek, ezt biztos hallottátok már, ha a szamarak a fülüket rázzák és ordítanak, ha csípnek a legyek, ezt is azért szoktuk használni és hallani is, ha a földi giliszta a föld felszíne közelében tevékenykedik, tehát nagyon feljönnek egész a föld tetejére, akkor, ha a kutya sokat vakaródzik és hempereg a porban, ha a madarak is a porban fürödnek, ha a méhek a méhkas közelében tartózkodnak, és hogyha nem akarnak reggel kirepülni, vagy ha tömegesen mennek vissza a kaptárba, ha a kakas napnyugta után is kukorékol, mielőtt szelesre fordulna az idő, ha a tyúkok nehezen ülnek az éjjel, ha a békák alacsonyan ülnek, vagy nagyon hangosan brekegnek, ha a halak kiugrálnak a vízből, harcsák pedig a vízfelszínre jönnek, nagy vihar várható, ha a halak befúrják magukat az iszabba akkor is, ha a vadgalam sokszor turbékol, ha a csordában legelő állatok, és itt vannak például kecskék, juhok, marhák, nyugtalanok, a juhok maguktól megindulnak a völgy felé, vagy reggel nem akarnak kijönni az akolból, és sokat bégetnek, a kecskék maguktól visszamennek a karámba, a marhák pedig magasra tartják a fejüket, a közeledő eső illatát keresve. És még, ha a ludak szárazon fürdő mozdulatokat végeznek, ha a macska sokat mosakszik, ha a páva élesen kiabál, ha a gólyák a szántóföldre szállnak, ha varjak sokat kárognak,
ha a darvak csőrüket a szárnyuk alá dugják, ha a vakondok nagy túrásokat fúrnak, ha a tücskök hangosan ciripelnek, ha a Szent János bogarak nem világítanak, ha a keresztes pókok új hálót szőnek. Tehát ezek mind-mind-mind népi megfigyelésen alapulnak. Vitatható, hogy igaz-e, nem igaz-e, van olyan is, amit mi is szoktunk hallani, és szoktunk mondani is, és vannak olyanok is, amiket kevésbé, és meglepőek, ugye? De hát van, ami igaz. Akár. Köszönöm a figyelmeteket, innen fogjuk folytatni.